Köszöntöm nézőinket! Bajai Kultúra című magazinunk mai adásából megtudhatják, hogyan zajlott a 14. székely búcsú Csátalján, valamint beszámolunk Önöknek az Eötvös József Főiskola kortárs galériájában található legújabb kiállításról is. Tartsanak velünk! Népviseletben fogadták az érdeklődőket a 14. székely búcsún szeptember 10-én délelőtt a Csátaljai Művelődési Ház udvarán. A jeles napot Szűz Mária születésnapjának alkalmából minden évben szeptember 2. hétvégéjén szervezi a csátaljai székelyek baráti köre. Az eseményen hagyományos bukovinai tánc, zene és énekszó is szórakoztatta a megjelenteket. Szeptember 10-én vasárnap népviseletbe öltözött asszonyok gyülekeztek a helyi művelődési házban Csátalján, Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából. A hagyományos székely búcsút minden évben megrendezi a csátaljai székelyek baráti köre, amelyeknek a célja, hogy ápolja és megőrizze az 1946-ban betelepített bukovinai családok közösségét és hagyományait. Nyilatkozta stábunknak Kovács Antal, a község polgármestere. Azt hiszem, hogy amikor a bukovinai székelyek idejöttek, hozták magukkal ezt a hagyományt, őnekik ezen a napon volt a búcsú, ott kint Isten segítsen, és a hagyományt őrizni az mindig nagyon szép dolog egy falu életében, és hál' Istennek felelevenítették a székelyek baráti köre, és elég régóta már megrendezik minden szeptember 2. hétvégéjén. A programon a búcsúi szentmise után hagyományos bukovinai táncokat, népdalokat és verseket is előadtak a fellépők, majd a művelődési házban kihelyezett tradicionális tárgyakat is bemutatták. A rendezvény minden évben népszerű, és általában nem csak a helyiek vesznek rajta részt. Hát elég nagy, mert nem csak a falubeli bukovinai székelyek jönnek össze ilyenkor, Garáról, Vaskútról, ugye szomszéd községekből is, és Dunántúlról sokan szoktak jönni, sőt most van erdélyi vendégünk is, szokott majdnem minden évben jönni, segít nekünk. Volt már olyan, aki Ausztráliából jött haza, nem erre a rendezvényre természetesen, de itthon volt, akkor eljött, meg ha jól emlékszem, Svédországból is jöttek már. Milyen programok vannak a mai nap folyamán? Ma reggel 9 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, búcsúi szentmise. Úgy volt, hogy 10 órakor kiállítás megnyitó, de egy kicsit nem olyan a kiállításunk most, mint máskor szokott lenni, úgyhogy ezt majd a hagyományos zöműsor után mondjuk el. És vége lett volna a kiállításnak, mindegy, az időpont a lényeg, hogy 11 órakor kezdünk hagyományos zöműsorral. Vendégeink a garai asszonyok, ők fognak népdalokat énekelni, Kosnás Árpád párjával meg a kislányával, és a mieink a népdalkör, az istenünkli tánccsoport, és lesz egy mesemondónk is. A Covid óta a látogatók és a résztvevők száma azonban jelentősen lecsökkent. Népszerű. Most már a vírus óta azért lecsökkent a létszám rendesen, 135, 145, így maximum, tavaly is azt hiszem 135-en voltunk, most ott vagyunk a 140-nél, vagy 45-nél, nem tudom pontosan. Kezdetben, most, hogyha azt mondom, hogy egy 2 méteres asztalhoz 3 széket ültetek most, és, tehát egyik oldalára, és eredetileg meg a 4, meg még akkor még hátul még kis asztal betéve, sokan szoktunk lenni, 180 körül, 180-on fölül voltunk az első 2-3 évben. Most már sokan elmentek az idősek közül, meg hát drága a benzin. A 17 éve aktívan tevékenykedő civil szervezet mellett népdalköre és tánccsoportja is van a településnek, azonban a létszám egyre csökken, mivel az idősebb korosztályból már kevesen élnek, mondta el Nászainé Farkas Franciska, a szervezet vezetője. Hát most már elég kevesen. Amikor megalakult a székelykör 2006-ba, akkor olyan 560 körül voltunk, akik származás, tehát nem onnan jöttek, már itt születtek, második, harmadik lemenőkig számoltam. Most már szerintem a fele körül. Sokan elhaltak az idősek, hát aki Bukovinába született, abból nagyon kevés van. Talán a 10-et nem éri el. A vezető hozzátette,
Nagyon nehéz manapság olyan fiatalokat találni, akik szívesen vesznek részt a hagyományőrző programokon, ezért nem volt folyamatos utánpótlása a taguknak. A népdalkörben kezdetekben 36 főt számoltak, mára már csak 14 aktív tagja van a csoportnak. A létszám csökkenése ellenére azonban szeretnék fenntartani a tradíciókat, és arra biztatják a fiatalabb generációt, hogy jelentkezzenek a közösségbe. Nem lehet senkit lasszóval megfogni, hogy jöjjön oda. És ugyanez van a tánccsoporttal is. Kiment már egy rend, mondjam így, fiatalból. 2007-ben kezdtük a néptáncoktatást, előtte Csátalján nem volt táncoktatás. És akkor azóta, az alatt, az idő alatt, ami most eltelt, azért hát 100-nál több szerintem, aki jött-ment, visszajött, elment, megmaradt. Most csak 16-an, 15-en vagyunk. 15 táncos van, és akkor a táncoktatónk az Bajáról jár ki. Ez a harmadik táncoktatónk, ő a harmadik. Kosnás Árpád, aki most fog táncolni a családjával, ő volt az első. Azt hiszem 6 évig, vagy 7 évig táncolt velünk. Utána Herceg Gábor oktatott, aki Kalocsáról járt. Az Árpi az Dunántúlról jön. És most a bajai fiatal pár, aki oktatja. Polyák Imre korábban 10 évig táncolt a Néptánc Egyesületben. Ez idő alatt pedig számos szép emlékkel gazdagodott. Rengeteg jó, meg szép emlékem van. A nyári tánctáborok, a heti próbák, amikor felépni mentünk, ugye voltunk Erdélyben is, voltunk Bukovinában. Azért ezek így összekovácsoltak minket, mint csapat, de maga a tánc szeretete is így megmaradt azóta is. A fiatal úgy nyilatkozott, annak ellenére, hogy már nem tagja a társaságnak, szívesen látogat haza a kulturális programokra, mert fontos számára a hagyományőrzés. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak a táncot, hanem a hagyományőrzésnek a különböző formáit. Például van egy ismerősöm, egy srác, aki például ruhákat tervez, és ő ebben találta meg így a hagyományőrzésnek a formáját. Mondjuk táncol is még, de én fontosnak tartom, főleg azért, hogy ne felejtsük el így a hagyományainkat, az értékeket, amikkel felnőttünk. És te hogyan tudod egyébként ezt a mindennapjaidba beiktatni? Én már nem táncolok egy ideje, de például még a népzenét mondjuk szoktam hallgatni, ami nem tudom, hogy mennyire őrzés, mert ugye én már nem viszem így tovább, de hogy így próbálom azért így a mindennapjaimba beiktatni. A szervezet továbbra is szeretné megrendezni az eseményt. Októberben pedig Szüreti Bárra várják majd a vendégeket Csátalján. Néhány év után ismét városunkban nyílt kiállítása a Baksai József képzőművésznek, aki ezúttal Függöny című tárlatával érkezett Bajára. A megnyitót szeptember 14-én csütörtökön délután tartották az Eötvös József Főiskola kortárs galériájában, ahol az alkotó kis és nagy méretű, 3 különböző technikával készült képei díszítik a terem falait. A tárlat október 16-áig látogatható. A Munkácsi és Prima Díjas Baksai József festményeit tekinthetik meg az érdeklődők a kortárs galériában az Eötvös József Főiskola épületében. A Függöny című tárlat megnyitóját szeptember 14-én tartották, ahol Enkovács Zita, a Tőr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ igazgatója mutatta be az alkotót és munkásságát. Hogyan tudjuk megragadni a teret, az időt és a létezést, s benne önmagunkat? Hogyan tudjuk elhelyezni önmagunkat a tér és idő koordináta rendszerében, a nagy egészben?
Az emberi szellem történetének mély és oszthatatlan egysége továbbörökítésének kortárs útját Baksai József az egymásra épülő, egymásból táplálkozó, egymásból inspirálódó egyetemes kultúra gondozásában és szolgálatában látja. Ehhez a szolgálathoz, ehhez az úthoz használja fel az emberi szellem történetének legfontosabb eszközét, az egyetemes kulturális örökség szimbólumrendszerét. Enkovágy Zita beszédében elsőként a Képzőművész Szent Kristóf című alkotását emelte ki, amely akár az alkotó árszpoétikájaként is értelmezhető, ugyanis a keresztény hagyomány szerint maga Kristóf is szerette volna felajánlani szolgálatait a leghatalmasabb úrnak, így jutott el végül Krisztushoz. Elmondta, a keresés közben fejlődő személyiség, a hit és a szolgálat által átalakuló lélek, illetve világlátás az igazi érték, amely az egyetemes tudás felé vezeti az embert. A múzeum igazgató emellett a tárlat címéről, a függöny szimbólumáról is beszélt a résztvevőknek. A késői antikvitástól kezdve istenek és uralkodók attribútuma volt, amely amellett, hogy a képi kiemelés eszköze, a gyakran mennyei hatalom szimbóluma is. A függöny még ma is például síremlékeken e világ és túlvilág határa, a halott apoteózisának átlényegülésének kozmikus képe. A függöny elválaszt, elrejt, illetve elfed valamilyen titkot. Az ókori keleti misztérium vallásokban az istenek képeit függöny takarta el. A perzsa uralkodók alatt valóik elő függöny mögé rejtőztek, amely a mennyet a földtől elválasztó eget szimbolizálta. A keleti udvarok ceremóniájára vezethető vissza az Isten trónját takaró függönyről való zsidó elképzelés, továbbá a jeruzsálemi templom függönye is. Isten parancsára Mózes a szentek szentjét, ahol a frigyládát őrizték, függönnyel választott el a szentély többi részétől. Ennek emlékét őrzi a mai zsinagógák keleti falán lévő függönnyel elválasztott frigy szekrény a tóra tekercsekkel. A szentélybe csak a főpap mehetett be, évente egyszer az engesztelés napján. A jeruzsálemi templom függönye Jáve hozzáférhetetlenségét szimbolizálja. Az új szövetség a keresztre feszítés összefüggésében utal a jeruzsálemi templom függönyére, amikor a templom függönye kettéhasadt. A kárpit kettéhasadása a világrend megbomlását fejezi ki. A teológusok ezt a helyet úgy értelmezik, hogy a kereszthalál pillanata egyúttal reveláció, az Ótestamentum titkainak beteljesedése. Pál apostol utalásait a jeruzsálemi templom függönyére többféleképpen értelmezhetők. Kifejeződik bennük az a gondolat, hogy Krisztus megszüntette Isten hozzáférhetetlenségét, a kárpit kettéhasadásával megszűnt az akadály az Istenhez vezető út felé. Az Ószövetség a kárpitot Jézus testével azonosítja, ezt az élethez vezető utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. Ahogyan Baksai József is alkotásain keresztül nyitja meg számunkra az utat, általános érvényű rejtett gondolatai, üzenetei felé. Alkotásai nem csupán a keresztényi értelemben vett, kereső, szemlélődő, hanem általánosabban a körültekintő és elmélyült, cselekvő életre buzdítanak. Baksai József a Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt, ezen kívül több külföldi tanulmányúton is részt vett, többek között Rómában, Luxemburgban és Párizsban. A festészet mellett pedig a grafika területén is alkot, ezekből a művekből is láthatnak ízelítőt azok, akik ellátogatnak a kortárs galériába. Függöny című tárlata a második, amellyel városunkba érkezett. Nagyon sokféle alkotás van itt, miért éppen a függöny címet adta a tárlatnak? Hát azért, mert a függöny az egy elrejtő, egy eltakaró dolog, és mindenképpen egy széthúzott függönyre utalna ez a cím. Tehát az, hogy megnyitni a látható dolgokat. Tegnap nyílt Pest Erzsébeten egy másik kiállítás, aminek F6-ta a címe, ami szintén arámiul a nyílj meg szót jelenti. Tehát a Krisztus mondta ezt a szót, és az is szó szerint erre utalt volna az a kiállítás, ott 36 kép van kiállítva, ami erre a témára van fölfűzve. Tehát tulajdonképpen valahol ez az utolsó esély, mint olyan, hogy megnyílni, megtisztulni, megvilágosodni, valami felé kitekinteni. Tulajdonképpen ez nem az én üzenetem, mert ez egész benne van a levegőben, meg hát az egész 20. század második felétől ez működik.
az irodalomban is. Azt hozzá kell tennem, hogy az összes munkám irodalmi alapú, tehát a irodalmi allúziók a indítatása, tehát onnan indulnak. Könyvmániás vagyok, ezért rengeteg könyv van, rengeteg olvasott idő van már mögöttük, és minden könyvhöz készülnek vázlatok, képvázlatok, és ezek tulajdonképpen azok. Tehát amiket itt hátul látunk, ezek a rajzok, azok a Dante isteni színjátékához készültek például. Tehát ez kint is volt Rómában ez a sorozat. És ami ön mögött látható, meg ami a meghívónak a hívóképe is úgymond, azok mire alapulnak? Ez szintén mind a három kép kim volt a Dante Poklama című kiállításon Rómában. Tehát ez erre utal mind a három kép. A középső kép úgy, hogy az Szent Kristófnak lenne egy átirata. Tehát a legendát ismerve tudjuk, hogy ő nem egy vidám és kedves ember volt. Említette, hogy Dante Pokla itt is szerepel, meg ott azokon a festményeken is. Hogyan alakult, hogy önt ennyire megragadta ez a mű? Ez konkrétan egy felkérés volt, tehát az első rajzi dolgok is egy felkérés után készültek, utána persze elolvast az ember a könyvet újra, mert ez nem egy egyestés olvasmány, és arra születtek a munkák. Tehát volt egy ilyen felkérés erre a kiállításra, hogy lesz ez a kiállítás. Négyen vettünk rajta részt, a Lovas Ilona, a Szurcsik József, a Gály József és én. És hát sajnos közben a Lovas Ilona a kiállítás rendezés alatt meghalt. De hát állítólag sikeres volt. És a Sturc János írt róla egy elég jó kis könyv, megjelent erről. Szintén megjelent egy könyv az egész kiállításról és az egész szervezésről. Úgyhogy most eljött Bajára is ennek a kiállításnak az anyaga. Anyagából egy rész, ez a három kép, meg ott a hátsó falon azok a képek, a nagy képek, azok szerepeltek ott, és a kis rajzok is szerepeltek, amit itt látunk hátul. Azért látható, hogy különböző technikák szerepelnek most az itt kiállított képek által. Milyen technikával szokott főként dolgozni? Ez olajvászon képek, a vaskosság is olajfesték, tehát csak sima szintiszt olajfesték. Ez meg 0,5-ös szeruza, az a hátul, az egész felület avval készült. A másik oldalon meg akvarellek készülnek, ezt én úgy szoktam hívni, hogy építészeti akvarell, mert a korai építészeti rajzokat enyveszték, hogy ne fusson szét. Tehát nem ez a szétfutós akvarell festészet, ez sem az, hanem enyvezett kartonra készülnek akvarell festékkel. És hát ezek meg akkor születtek, mert egy nagy kép, amíg elkészül a száradással együtt, az több hónap. Tehát azért minimum 4-5 hónap, amíg az elkészülés, mert az átszáradás az több év ezeken a felületeken. És hát a kép ötletek meg születnek elég gyakran. Úgyhogy amikor már egy ilyen tévédoboznyi képter volt, akkor valamit ki kellett találni, onnan jöttek az akvarell képek kartonra, meg a ceruza rajzra. Legutolsó időszakban az Elb Kiefer, meg a William Kentridge, ezek nagyon nagy hatással vannak rám, de hát sorolhatnám a neveket, mert nem egy. Mert 45 év tanítás után azért van egy pár név. Hogyan látja egyébként a mai kor festészetét, illetve képzőművészetét? Nagyon eklektikus, tehát minden megtalálható. Minden megtalálható, volt egy kicsit úgy érezhető, hogy egy kicsit leült időszak, de viszont azok a nagy 20. századi iskolák, azok nagyon-nagyon nagyot lendítettek rajta, mint a Lipcse iskola, akkor a londoni iskola, akkor a londoni fiatal művészeknek a csoportja. Tehát ezek hihetetlen neveket hoztak létre, meg nagy sztárokat gyártottak, és nagyon-nagyon-nagyon beindítottak egy folyamatot. Tulajdonképpen a figuratív festészetet eléggé szépen megalapozták, ami olyan kérdőjeles volt sokáig. Úgyhogy ezt utána lehet nézni, tehát ezek az iskolák nagyon-nagyon fontos szerepet töltöttek be a 20. században, és a 21. században is. Tehát ez fontos. A tanítás az nagyon hozzájárul. Hát sajnos azért egy kicsit fölgyarapodott az iskolák száma, művészetiskolák száma, az nem mindig a minőséget szolgálja,
de hihetetlen tehetségesek a fiatalok, és meg mindig nagyon tehetséges, én mindenki tehetségesnek tartok, mert a másra nem, tehát egy művészetterápiáról szó lehet. Én azért tartom azt fontosnak, hogy a zenében is, meg a képzőművészetben is valamilyen alapszinten, vagy valamilyen érdeklődési szinten mindenkinek be kéne kapcsolódni, mert nem feltétlenül kell mindenkiből profi művésznek lenni, már hogyha használjuk ezt a szót, de mindenképpen jót tesz. Ezt szintén az oktatási múltamból tudom mondani, hogy egy kicsit már megijedt az ember, pláne amikor bejött ez a digitális világ, hogy ez le fog ülni, és hogy csökkenni fog. De hát iskolákban nem kevesebb jelenkező volt, hanem többszörös túljelenkezés az utóbbi időben, mert annyira szükség van rá erre a nyitásra. Úgyhogy én hála Istennek ezt pozitívnak látom. Ugyanúgy, mint a fényképezésben volt pozitív, amikor bejött a digitális, és eltemették az analógot, és most újra gyártják az analóg filmeket, és újra beindult, megerősíti. Ugyanez a képzőművészetben is érvényes, hogy megerősíti, és az érdeklődés egyre nagyobb. Baksai József elismert alkotó a kortárs képzőművészetben, ezt számos szakmai díj is bizonyítja. Azonban a tanítás révén érkező pozitív visszajelzések többet jelentenek számára, mint a kitüntetések. Munkásságának jelentőségét nem csak elismerései bizonyítják, hanem az is, hogy több mint 500 képzőművészt tanított, mondta Marcin István, a Kortárs Galéria kurátora. Baksai Jóskának már volt kiállítása Baján jó pár évvel ezelőtt, de az egy más jellegű kiállítás volt, és most talán az apropóját az adta, hogy sok díja mellett ebben az évben érte, 2022-ben kapta meg a Prima díjat is, ami hát azért fontos, mert tehát úgy gondolom, hogy most ez a Prima díj az, ami tényleg tükrözi a művészi munkát mindenféle hatástól mentesen. És amikor találkoztunk Jóskával tavaly egy művésztelepen, akkor vetődött fel a gondolat, hogy jó lenne az újabb anyagából is csinálni egy kiállítást, illetve sajnos nagyon komoly aktualitását adja a kiállításának a körülöttünk levő helyzet. Gondolok itt arra, hogy hogyan éljük meg a mindennapunkat, hát nem vidáman, aztán itt ez a háború, nagyon sok olyan dolog van, ami felbolygatta a társadalmat, akár Covid, vagy bármit lehetne mondani. Baksai mesternek a képei azok viszont nagyon-nagyon letükrözik ezt a nem éppen embernek való helyzetet. És úgy gondoltuk, hogy most már a galériában adott a lehetőség nagyméretű munkáknak a kiállítására is, illetve az, hogy többfajta stílusban, ahogy dolgozik technikával, mindegyikből tudjunk bemutatni. És nagyon örülök neki, hogy nem rám bízta a válogatást, hanem ő válogatott. Ezzel megkönnyítette a rendelést, viszont meglepetést is okozott ezzel, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos a napjainkban egy embernek, aki úgy érzi, hogy benne él a társadalomban. Könnyen érthető üzeneteket ad Jóska, ami azért fontos, mert itt az ember nem hivatkozhat arra, hogy nem értek a kortárs képzőművészetet. Hát ez értene. Ez az egyik dolog. Kurátorként, mint említettem, könnyű dolgom volt, mert Jóska válogatott, viszont a kurátori munka másik része meg rohadt nehéz volt, mert ezt a nagyon sokféle anyagot valahogy úgy installálni, hogy az ne csak az üzeneteket hordozza magába, hanem befogadható esztétikai értékeket is közvetítsen. Bár azt mondják, hogy egy jó kép minden környezetben megtalálja a helyét, hát én úgy gondolom kurátorként, hogy mondani lehet, de ez nem így van. Dr. Marcin Istvánt arról is kérdeztük, hogyan látja a kortárs képzőművészeti kiállítások látogatottságát. Ezzel kapcsolatban azt mondta, örül annak, hogy a Kortárs Galéria a főiskolán kapott helyet, ahol olyan emberek is megfordulnak a mindennapokban, akik jelentős szerepet játszanak majd a jövő generációjának nevelésében. A művészet kedvelők aránya ugyanis nagyban függ attól, hogyan szocializálódik az ember gyermekkorában. Baksai József Függöny című tárlata október 16-áig látogatható.
Most pedig következzen programajánló rovatunk. Népzenei hétvége. Harmadik alkalommal rendezik meg a Felsőbácskai Népzenei Fesztivált és Népzenész Találkozót Baján a Bácskai Kultúrpalotában szeptember 22-én és 23-án, ahol a szervezők koncertekkel, táncházzal és prímás találkozóval is várják a népzene kedvelőit. A Trubadur. A Gergely Teáter bemutatja Gergely Róbert a Trubadur című önálló estjét, amelyet szeptember 23-án szombaton 17 órai kezdettel tekinthet meg a közönség a Városi Színház teremben. Az est folyamán magyar dalok és világslágerek is elhangoznak a születésnapi koncert keretében. Hídi Vásár. Negyedik alkalommal várják a kézműves termékek kedvelőit a Petőfi és a Nagypandúr szigetet összekötő gyalogos hídra szeptember 24-én vasárnap 10 és 15 óra között, ahol a saját készítésű ajándéktárgyak mellett számos finomság közül is választhatnak a bajaiak. A legklasszikusabb rockorganisták. Különös előadással várja az érdeklődőket szeptember 25-én hétfőn 18 órakor az Ady Endre Városi Könyvtár. Ezúttal ugyanis Szent Iványi Gyula kalauzolja el a közönséget a zene világába, ahol a legklasszikusabb rock organistákról tudhatnak meg többet a résztvevők, illetve arról is hallhatnak, milyen kapcsolatban áll egymással a klasszikus zene, valamint a rock, és hogy hogyan hatott a népzene a klasszikus muzsikára. Végéhez ért kulturális magazinunk. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Ne feledjék, egy hét múlva ismét friss tartalommal jelentkezünk Önöknek. További szép estét kívánok. Viszontlátásra!